már lehet pályázni, városi ösztöndíj segíti a hátrányos helyzetű diákokat. Hosszabb ideig lesz zöld lámpa, rugalmasabbá teszik a közlekedést. Faültetés a kertvárosban, szeretnék, ha a lakók is odafigyelnének a növényekre. Télen is sokan utaznak, de megkezdődött a nyaralások szervezése is az utazási irodákban. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez a Halas Televízió hétfő esti hír összefoglalója. Az elmúlt néhány hétben egy ideiglenes díszletből jelentkeztek hírműsoraink, hiszen a stúdiónknak ezen a részén szakemberek dolgoztak több héten keresztül azért, hogy ez a gyönyörű díszlet elkészülhessen. Amint a önök is láthatják, a díszlet készen van, így ma estétől minden hétköznap este 7 órakor már innen jelentkezünk a legfrissebb helyi hírekkel. Nézzük is, hogy mik a mai friss információk. Várhatóan hosszabb ideig lesz zöld a lámpa, a hírt Halas polgármestere Fülöp Róbert a közösségi oldalán jelentette be a hétvégén. A városvezető tájékoztatása szerint az elmúlt években a városon áthaladó 53-as főút kapcsán többször megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT-t. A közút a legutóbbi kérés nyomán felülvizsgálta a Kárpát utcai és a Kossuth utcai jelzőlámpás csomópontok működését, és az észrevételek nyomán a jelenlegi forgalomhoz jobban illeszkedő programot terveztek. Ennek köszönhetően a közeljövőben mind a gyalogos, mind pedig a gépjárművel közlekedők esetében nő a zöld idő hossza, rugalmasabbá téve az itt történő közlekedést, közölte a polgármester. Már lehet pályázni, a következő fél évben is városi ösztöndíj segíti a hátrányos helyzetű halasi diákokat. Az iskolában és a város internetes oldalán a kiskunhalas.hu-n minden információ megtalálható a jelentkezésről. 64 millió forintos keret áll a program rendelkezésére. Fontos tudnivaló, hogy azoknak is kell pályázni, akik az előző fél évben ezt már megtették. Az iskolákban véget ér az első fél év, és ez azt jelenti, hogy ismét megnyílik a városi ösztöndíj lehetősége. A pályázatot már kiírták, érdemes lesz utána járni, elolvasni a feltételeket, hiszen aki bekerül a programba, az jelentős segítséget kaphat. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános, valamint középiskolás diákok vehetnek részt a városi ösztöndíj programban. Komoly összeg áll rendelkezésre, fél évente több mint 100 diák szokott így módon segítséget kapni. Van egy EFOP-os pályázatunk, ennek keretében tudunk a gyerekeknek városi ösztöndíjat adni. Ugye összesen 64 millió forintos keret áll rendelkezésre, és eljött egy újabb fél év, így a mai nappal ki is lett írva a városi ösztöndíjra a pályázat, amit a honlapunkon, a város honlapján el is tudnak érni. Az előző kiírásokkal szemben ez két változást is tartalmaz. Az egyik az, hogy a nevelésbe vett gyerekek is pályázhatnak, tehát a pályázók körét így bővítettük, hiszen azt látjuk, hogy egyre több nevelőszülő, halasi nevelőszülő van. Itt fontos az, hogy a gyereknek az ideiglenes lakcíme az halasi legyen. Ez az egyik változás. A másik pedig a megpályázható összeg. Ezt 50%-kal megemeltük. Én azt gondolom, hogy ez már elég kecsegtető tud lenni majd a gyerekek számára, hogy pályázzanak, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy az általános iskolás gyerekek 90 ezer forintra pályázhatnak, illetve a középiskolás gyerekek 120 ezer forintra pályázhatnak. A pályázat benyújtási határideje február 10-e, addig minden érdeklődő be tudja szerezni a szükséges dokumentumokat. Az oktatási intézmények is megkapták a tájékoztatókat a városi ösztöndíjról, így mostantól lehet érdeklődni az osztályfőnököktől is. Megvannak a kritériumok, hogy minek kell megfelelnie. Ugye talán az egyik legfontosabb az, hogy bukásnak nem lehet lennie, illetve megvannak azok a tanulmányi átlagok, amivel kell, hogy rendelkezzen a gyerek, illetve igazolatlan hiányzásnak nem lehet lenni. Tehát adunk is, de egyébként el is várunk, hiszen azt gondolom, hogy alapvető dolgok ezek, hogy nem várjuk el, hogy ötös legyen a gyerek, de egy közepesnek legalább lennie kell, nem lehet igazolatlan hiányzása, nem lóghat az iskolából, tehát magyarul mondva partnerként kell neki is viselkedni az intézmény felé, mi pedig így tudjuk őket megjutalmazni ezzel az ösztöndíjjal. Mivel a diákok egy összegben kapják meg az ösztöndíjat, akár laptopot vagy egyéb a tanuláshoz szükséges eszközt is tudnak rajta vásárolni. A pályázati kiírás szerint a kitöltött adatlapot és annak mellékleteit a tanuló iskolájában kell leadni az osztályfőnököknek, illetve az iskolák titkárságán.
Ma délután már tanácskoztak a halasi képviselőtestület bizottságai, hiszen a héten testületi ülés lesz. A témák között szerepel a Magyarország legszebb konyhakertje programhoz történő csatlakozás is. Halas már évek óta részt vesz a versenyen. A helyi forduló legszebb kertjei az országos döntőben is szerepelnek. Tavaly is több halasi versenyző szerzett a városnak elismerést az országos fordulón. A program fő célja kertészkedésre ösztönözni a lakosságot. A versenyhez való csatlakozásról csütörtökön szavaznak a képviselők. Egyre több fát ültetnek a Karacs-Teréz utcában, a korábban üresen álló területre. A körzet önkormányzati képviselője úgy gondolja, tavasszal már láthatják az arra járók, hogy egy kis liget alakul ki a Dongérvölgyi elkerülő út mellett. A cél az, hogy a közelben élők is gondozzák a növényeket, főleg a nyári hónapokban lenne erre nagy szükség. Korábban a városvédők, valamint az öreg diákok halasi egyesülete is ültetett már fát ezen a kertvárosi területen. Néhány hónapja a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum diákjai is teleültettek egy jó nagy részt. A körzet önkormányzati képviselője úgy véli, ezek a fásítások jól illenek a hosszú távú elképzelésekbe. A Karacs-Teréz utca valójában egy nagy tér, sok-sok lehetőséggel, amelyek eddig valóban nem nagyon voltak kihasználva. Szeretnénk most a költségvetés elfogadásakor egy tervet készíteni a tovább lépésről, útépítés, parkolóépítés és sok más elképzelésünk van. Nagyon-nagyon örülünk annak, ami már megvalósult. Itt vagyunk a faültetés helyszínén, és annak is nagyon örülünk, hogy a lakosság magáinak érzi, és ez egy lakossági kezdeményezés volt, hogy vigyázzunk rá, közös értékünkre, a fára, és remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy a Karacs-Teréz utca halasnak egy nagyon szép színfoltja, egy üde színfoltja lesz, amire büszke lehet méltán minden halasi. Szűcs János néha közelben lakik, örömmel látja, hogy így szépül a lakókörnyezet. Véleménye szerint a terület gondozása az önkormányzatnak besegítve is történhetne. Ilyen lenne például a rendszeres locsolás. Jelentkeztem Péternél, hogy én nagyon szívesen vállalnék fát gondozni, egy kis locsolást, esetleg a közvetlen környékének a kigyomlálását, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és arról beszéltünk, hogy mi lenne, ha ezt kiterjesztenénk, és megkérdeznénk, és megkérnénk a környékbe lakókat, hogy részt vennének ebbe a kezdeményezésbe. Hiszen egy fecske nem csinál nyarat, összefogással egészen biztos, hogy sokat tudnánk tenni ezekért a fákért. Hunyadi Péter úgy véli, a megerősödő fák igazi díszei lehetnek ennek a városrésznek. Szeretné, ha idén is jutnának ide növények. A terv függvényében fog a további fásítás történni. Ez a terület nyilvánvaló módon szabad volt, tehát ide bátran lehetett ültetni, mert itt más az valamikor egy utca volt ide elképzelve, de az a mostani rendezési terv szerint az megjósul, és nem is hiányzik egyébként az az utca, amiről itt szó volt. A tovább lépés, a további fásítás, az pedig a költségvetés elfogadása után készülő tervek fogják tartalmazni, hogy hova és hogyan ültetünk fákat. Természetesen szeretnénk folytatni, ez van hely, és ez egy ligetes területet szeretnénk, ami nagyon-nagyon hasznos és szép lesz a város számára. Sok hasznos információ várja a civil szervezetek képviselőit a héten. A sorrendben már 6. alkalommal megrendezésre kerülő civil konferencián. A program január 30-án 10 órakor kezdődik a Csipke Hotel konferencia termében. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. A szervező Halasi Média és Kultúra Kft. Azt kéri, aki még nem tette meg, minél előbb jelezze részvételi szándékát. A konferencián szó lesz a civil szervezeteket érintő aktuális adózási és számviteli tudnivalókról, illetve a társadalmi vállalkozásokról, valamint az aktuális civil pályázatokról. Havas hegycsúcsok és síelés helyett inkább az egzotikus országokba foglalnak szálláshelyet a halasiak és környékbeliek ezekben a napokban. A városunkban működő utazási irodákban azt mondták, hogy az idei nyárra már tavaly novemberben megkezdődtek az előfoglalások, így van olyan népszerű turista paradicsom, ahová főszezonra most már lehetetlen szállást találni. Innen indulnak az árak. Éppen egy nyaralási rend érdeklődnek ebben a kiskunhalasi utazási irodában. Meglepő, de a korábbi tapasztalatokkal ellentétben most az év elején szinte senki nem keresi a síutakat, többen utaznak viszont egzotikus országokba.
A síutak az utóbbi években nagy hanyatlásnak indultak, legalábbis itt nálunk az irodában nagyon kevés síutat foglalnak az utasok, főleg az idén ugye az időjárás miatt, hát nagyon kevés helyen van hó, úgyhogy hát síutakból nem sok jó hírrel tudok szolgálni. Az egzotikus utazások azok viszont évek óta ugye emelkedő tendenciát mutatnak. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az egzotikus körutakat, üdüléseket vagy körutakkal kombinált üdüléseket, ezeket keresik az utasok. A legnépszerűbb évek óta ugye Thaiföld, ide megy a legtöbb utasunk. Ázsiában népszerű még nagyon ugye Bali, Malajzia is most az utóbbi időben emelkedést mutat, illetve hát ugye a Karib térségben Mexikó, Dominikai Köztársaság, Jamaika, vagy az arab félszigeten ugye mondhatom az Emirátusokat, esetleg Ománt, illetve hát az egzotikus szigetek közül ugye a Maldív-szigetek, Mauritius, tanzániai szafari Zanzibárral, tehát eléggé sokfelé mennek az utasok. Az emberek igényei merőben eltérnek egy-egy utazás kapcsán, de ami biztos, hogy úti céltól és ellátástól függetlenül idén mindenki többet fog fizetni a nyaralásért. Sajnos emelkedés van. Egyrészt sokkal többen utaznak, mint az elmúlt években, ez is egy áremelkedést okozott, illetve hát ugye az euró-forint árfolyam az most nem kifejezetten kedvező, ezért a forintárak emelkedtek. Van, aki azt szereti, hogyha nincsen ellátás, ő önálló apartmanba megy saját autóval, így ugye sokkal szabadabban tud mozogni. Van, aki pedig azt mondja, hogy ő elmegy repülővel, egy ötcsillagos szállodába, all-inclusive ellátással, és akkor ő egy hétig semmit nem szeretne csinálni, csak pihenni. Mint megtudtuk, az előfoglalások már tavaly novemberben elkezdődtek, így vannak olyan népszerű szálláshelyek, például Görögországban, ahová főszezonban már nem is lehet helyet foglalni. Mostanában azért most már elkezdtek jönni az emberek. Általában most a legnagyobb szenzáció ugye ez a Görögország. Tenerife-re szoktak, mostanában inkább spanyol, meg az a görög. Mi iránt érdeklődnek? Az árakat nézik inkább, vagy az ellátás felé érdeklődnek? Mi az, amit megfigyelnek az emberek? Inkább az ellátást szokták, meg ugye az árakat is, illetve az, hogy milyen közel van a tengerpart. A halasiak jelentős része már valóban szervezi az idei nyaralásokat. Persze tervezzük. Már a balatoni utat azt már tervezzük például nagyjából. Ez meg is van szervezve, meg külföldre. Már azt is tervezzük, hogy megyünk ki. Mi alapján választjátok ki az adott úti célt? Mi az, amit figyeltek egy-egy nyaralóhelynél? Az ár. Természetesen. Meg a táj. Az utazási irodákban azt tanácsolják, aki jó szálláshelyet szeretne, foglaljon mielőbb. Pénteken érkezett, és a mai napig volt Halason a missziós kereszt. Egész hétvégén a kereszt jelenlétében folytak az egyházi események az Alsóvárosi Katolikus Templomban. Szombaton például előadást tartottak a missziós kereszthez köthető szentek életéről, Csiszér László vezetésével pedig zenés dicsőítést. Vasárnap Bábel Balázs érseki szentmiséjén vehettek részt az érdeklődők. Erről az eseményről az M5 televíziós csatorna is beszámolt. Ma reggel a Szent József iskola diákjainak részvételével tartottak szentmisét, és télben kezdődött az imádságos elköszönés a missziós kereszttől. Idén is lesz jótékonysági medvenap, január 30-áig tart az adománygyűjtés. Elsősorban rajzlapot, írólapot, ceruzát, tartós élelmiszert, játékokat és óvodás gyerekekre való ruhákat gyűjt a Sziládi Gimnázium és a Zöld Híd Egyesület, de a programhoz csatlakozott a Fészekrakó Nagy Családos Egyesület, illetve a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület is. Az adományokat a Sziládi Gimnázium portáján lehet leadni, az ajándékokat február 3-án adják át a Magyar utcai óvodába járó gyermekeknek. Most pedig egy-egy mondatban felidézzük ismét, hogy mik voltak a nap legfontosabb témakörei. Már lehet pályázni, városi ösztöndíj segíti a hátrányos helyzetű diákokat. Hosszabb ideig lesz zöld lámpa, rugalmasabbá teszik a közlekedést. Faültetés a kertvárosban, szeretnék, ha a lakók is odafigyelnének a növényekre. Télen is sokan utaznak, de megkezdődött a nyaralások szervezése is az utazási irodákban.
Kedves nézőink, ez volt hétfő esti hír összefoglalónk. Köszönjük ma esti megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is a Halas Televízióval, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, megmutatjuk, hogy milyen időre számíthatnak az elkövetkező 24 órában itt Kiskunhalason, majd pedig kezdődik a napi mozaik. Legutóbb Sáli Levente volt a Forrás Új Tükörklub vendége. Ebből a beszélgetésből láthatnak egy 8 perces összefoglalót a napi mozaik keretében. Ne feledjék, holnap is jövünk a friss hírekkel, ismételten ebből a gyönyörű díszletből. Este 7 órakor kezdünk, majd tartsanak velünk akkor is. További kellemes televíziózást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!